A megváltozott viselkedésből következtethetnek a szülők arra, hogy gyermekük iskolai zaklatás áldozata. Ilyen lehet a szorongás, az iskolafóbia vagy különféle pszichoszomatikus tünetek. A napokban történt vajai tragédia kapcsán láthatjuk, akár végzetes kimenetelű is lehet egy-egy megoldatlan eset. Hogy kihez fordulhatnak a diákok és mit tehetnek a szülők, pedagógusok, arra is keressük a választ a következő bő fél órában. Köszöntöm Önöket! Tisztújítás, új vezető a nyíregyházi rendőrkapitányság élén. Medgyenap idén Tiszavasváriban tartották az ünnepséget. Iskolai zaklatás már az alsósoknál is jelen van a probléma. Együttműködés az Északi Agrár Szakképzési Centrum és két egyetem között. Országszerte több helyen kerültek új vezetők a rendőrkapitányságok élére az elmúlt hetekben. Nyíregyházán Tóth Attila rendőralezredest jelölték ki a városi rendőrség vezetésére. Tisztújítás történt a Barabási Határrendészeti Kirendeltség, valamint a Záhonyi és a Vásárosnaményi rendőrkapitányság élén is. Utóbbi helyen eddig az új nyíregyházi rendőrkapitány látta el ugyanezt a feladatot, és köszöntöm a stúdióban Tóth Attila rendőralezredest, frissen kinevezett nyíregyházi rendőrkapitányt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket, kedves nyíregyháziakat! Mindenek előtt szívből gratulálok a kinevezéséhez. Köszönöm. Szeretném, hogyha néhány szóban mesélne az eddigi pályájáról. Egyáltalán mi az, ami a rendőrség irányába terelte? Azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy egy gyerekkori álom az, ami megvalósult. A szüleim a nyugdíj előtt mindketten a Magyar Honvédségnek a tagjai voltak, az egyik nagyszülőm pedig a büntetés végrehajtásánál volt hivatásos állományú tiszt. Azt gondolom, hogy innentől kezdve eldőlt, hogy én is valami katonai jellegű pályára szeretnék menni. Korábban nagyon sokáig katona szerettem volna, de aztán jött a rendőrség, és így kerültem a pályára. Hol kezdte ezt a pályát? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt Nyíregyházán kezdtem a pályámat is. Én azt gondolom, ettől szép az, amit nekem most sikerült ezáltal a kinevezéssel elérnem, hogy ahol én valaha a súranót húztam, ott lehetek most első számú vezető. Milyen lépcsőfokokat járt végig? Ahogy ön is mondta, igen. Először az utcán kezdtem, járőrként kezdtem a munkámat, azután pedig alparancsnoki beosztások, majd középvezetői beosztások, és az elmúlt 4 évben volt szerencsém már kapitányság vezetőként a Vásárosnaményi rendőrkapitányságot irányítani, és most szeptember 1-től újra itthon a nyíregyházi rendőrkapitányság élén. Hát akkor azt hiszem, hogy a szeme a pályán valóban, hiszen mindenhová bele tudott már látni. Van-e különbség Vásárosnaményi és Nyíregyháza között rendőri vezetés tekintetében? Igen, azt gondolom, hogy mindenbe egy picit beleláttam. Igen, azért óriási különbség van a két kapitányság között, már csak a méretéből adódóan, és azért gyakorlatilag ez egy 5-ször akkora szervezet, mint a korábbi, de azt gondolom, hogy az alapelvekben ugyanaz a feladatom itt is, mint Vásárosnaményben. Mi az, amit elsődleges feladatának tekint szeptember 1-től? Nyilván itt nálunk ez úgy működik, hogy azonnal megkezdődik a munka, itt nincs idő az ismerekedésre, de nyilván bele kell, hogy lássak nekem is a folyamatokban. Azért ez nagyban megkönnyíti az, hogy én 18 évig a Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagjaként dolgozhattam, tehát ismerem a kapitányság működését. Azt gondolom, hogy a kezdeti ismeretség után azonnal belevesik magunkat a mindennapi feladatokba, azok megoldásába. A közlekedés rendészet, közlekedési feladatok, vagy a rendvédelem, illetve a bűnmegelőzés az, ami azt gondolom, hogy minden terület nálunk ugyanolyan prioritást élvez. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy voltam közlekedés rendészeti osztályvezető is itt ezen a kapitányságon, tehát ismerem a városnak ez irányú problémáit is. Természetesen elsősorban az a leglátványosabb, amikor a rendőrök az utcán intézkednek, de nekünk ugyanolyan fontos a bűnmegelőzés, ami sokszor egyébként egy láthatatlan tevékenység ehhez képest. Maradjunk egy picit a közlekedés rendészet területén. Mi az elsődleges attitűd a rendőrség részéről a közlekedésben? Én azt gondolom, hogy mi mindenképp a megelőzésre fektetnénk a nagyobb hangsúlyt, bár sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy ugye csak azért csináljuk, mert hogy nincs jobb dolgunk esetleg. Kell a bevétel. Igen, nyilván erről szó nincs, soha nincs. Nekünk a megelőzés a legfontosabb az, hogy mindenki épségben eljusson A-ból B-be, majd B-ből vissza A-ba. Ennek érdekében, ahogy kérdeztem is, teljesen új típusú ellenőrzésekre számíthatnak Nyíregyházán. Sokkal jobban előtérbe fognak kerülni ezek a dinamikus szabálysértőkkel szembeni intézkedések, amelyek civil jellegű kamerával, felszerelt gépkocsiból fognak történni, úgyhogy nem kell meglepődni a jövőben, sokkal több ilyennel fognak találkozni a város területén. Rendőri szemmel mik a kritikus pontok Nyíregyháza közlekedésében?
Mi mindig vizsgáljuk ugye az alapvető baleseti okokat. Nincs ez másképp egyébként az ország más területein sem. Itt is a sebességnek a helytelen megválasztása, az elsőbségi szabályok, illetve a kanyarodás szabályainak a megszegése vannak túlsúlyban a szabálysértések között. És ezek vezetnek leggyakrabban a balesetekhez. Maga az úthálózat, illetve a közlekedés szervezése szempontjából van-e olyan gócpont, ami én azt gondolom, hogy más a mi baleseti gócpontunk, illetve a közvélemény elképzelése erről. Én azt gondolom, hogy a nyíregyházi úthálózat az teljesen megfelel a nyíregyházi közlekedésnek, egy nagyon jól szervezett közlekedésről beszélünk. Persze vannak olyan pontok Nyíregyházán is, ahol jobban oda kell figyelnünk nekünk is a jövőben. Hogyan próbálják a közlekedési szabályok betartására nevelni a lakosság? Igen, működik minden kapitányságon, illetve főkapitányságon egy baleset megelőzési bizottság is. Ahogy hangsúlyoztam is azt, hogy elmegyünk és átadjuk a gyerekeknek, az időseknek azokat a közlekedési szabályokat, amivel jó, ha tisztában vannak. Alapvetően ez a célunk, hogy mindenkivel megismertetjük az alapvető szabályokat, azután pedig egy fokozott ellenőrzés keretében ezeket elkezdjük ellenőrizni, hogy mennyire tartják be az itt élők. Különböző rendezvényeket is szokott a rendőrség ennek kapcsán szervezni, illetve igen, akciókat. Igen, rendezvényeket. Most várható itt a közeljövőben ugye az őszi átállás elnevezésű rendezvényünk, amikor felkészítjük be, mondjuk a lakosságnak, a közlekedőknek, hogy hogyan kell felkészíteni a gépjárműveket, milyen kritériumoknak kell megfelelni. És igen, számolni kell fokozottabb ellenőrzésre a jövőben, a közeljövőben itt Nyíregyházán is. Ha már a megelőzésről beszélünk, ugye nem csak a baleset megelőzés, hanem a bűn megelőzés is fontos feladat a rendőrségen. Ebben mire lehet számítani? Ugyanolyan fontos feladatunk nekünk ez, mint a baleset megelőzés. Én azt gondolom, ezt nem lehet elég korán kezdeni. Innentől kezdve megpróbálunk eljutni az óvodától egészen a nyugdíjas klubokig a megelőzésnek a terén. Nyilván ez a pandémiás helyzet azért nehezítette a bűnmegelőzést, az iskolai bűnmegelőzést, de azt gondolom, hogy a rendőrség erre is felkészült, és kihasználtuk az internet adta lehetőséget egy másik típusú bűnmegelőzésre. De most, hogy újra elindult a jelenléti oktatás, így az egyik fő feladatunk most az elmúlt napokban, és illetve a közeljövőben az, hogy minél több iskolába eljussunk, és átadjuk a tapasztalatokat a diákoknak, gyerekeknek. Mennyire veszélyeztetett Nyíregyháza a bűnelkövetés szempontjából? Én azt gondolom, Nyíregyháza egy nagyon jó és nagyon élhető város, és én bátran kijelenthetem, hogy az elődeim is egyébként nagyon jó munkát végeztek, és kijelenthetjük, hogy Nyíregyházán egyébként jó és biztos a közbiztonság. Milyen arányban történik a megfelelő bűn feltárás, illetve a bűncselekmények elkövetőinek az igen, ez is évről évre egyébként elmondhatjuk, hogy javuló tendenciát mutat. Nem szeretnék most számadatokba bocsátkozni, de mind a nyomozás eredményesség, mind pedig a felderítés eredményesség javult az elmúlt évben, és javult az idei esztendőben is, de nyilván ez még az elődeimet dicséri. Mire számíthatnak a nyíregyházi rendőrkapitányság állományának tagjai az új vezetőtől? Én azt gondolom, már csak fiatalságomból adódóan is, hogy egyfajta lendületváltozástra kell számolni a kollégáimnak is. Semmi más nem szeretné, csak hogy fegyelmezetten és jókedvel végezzük a munkánkat. És alapvető célom, hogy bár Nyíregyházán alapvetően jó a rendőrség megítélése itt a különböző közvéleménykutatásokból, de szeretném, hogyha még közelebb tudnánk hozni a lakossághoz a rendőrséget. Nem vagyunk mi se elérhetetlenek és érinthetetlenek. Kapitány úr, én még egyszer gratulálok a kinevezéséhez, és jó és eredményes, sikeres munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, igyekezni fogunk. Pénteken Tiszavasváriban tartották meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés megyenapi ünnepségét. Az eseményen a megyei kitüntető díjakat és elismeréseket is átadták. A rendezvényen elhangzott, a megyei önkormányzat a következő 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklusban is nagy összegből gazdálkodhat. Hagyományosan minden évben május 20-án az 1992-es szabolcsi zsinat évfordulóján tartják Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyenapi ünnepségét. Idén ezt a koronavírus járvány miatt szeptember 10-én tartották meg. A jeles alkalomnak idén Tiszavasvári Szent Mihály tere adott helyet. A megyei közgyűlés elnöke beszédében azt mondta, az elmúlt években minden eddiginél több fejlesztési forrással gazdálkodhatott a megye, és ehhez hasonló összeg áll majd rendelkezésre az újonnan elindult ciklusban is. Egyfajta szakaszhatárhoz érkeztünk a fejlesztésünket, illetően hiszen az előző 7 évnek a fejlesztései lezárulnak, az utolsó simításokat végezzük ezen a fejlesztéseken, illetve az utolsó programok indulnak, építési beruházások indulnak, és
felkészültek a következő 7 évre is, tehát az elmúlt egy év munkájának eredményeképpen elkészültek a következő 7 éves megalapozó dokumentumok, tervek, tehát reméljük a pályázati kiírások is hamarosan megjelennek. Mintegy 150 milliárd forint értékben valósítottunk meg fejlesztéseket csak a top forrásaiból az elmúlt 7 évben, és mintegy ugyancsak 150 milliárd forint értékű fejlesztéssel rendelkezünk a következő 7 évben is Nyíregyházával együtt. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi forrás érkezik a megyében, ennek sokkal többszörössel, 4-500 milliárd forint között, inkább talán az 500 milliárdhoz közelít ez a forrás, a hazai fejlesztési forrásokat is belevesszük, amelyek gyarapodnak egyre több magyar falusi program, belügyminisztériumi pályázati forrás segítségével újulnak meg az intézményeink, az infrastruktúránk. Tehát ez nagyon fontos volt ilyen szempontból is a helyettes államtitkár úrnak a jelenléte, mert ez egyfajta számvetést is, és jövőbetekintést is jelent számunkra. És hát nagy öröm a kitüntetetteknek a jelenléte, hiszen azt gondolom most is olyan kitüntetetteket sikerült választani a kuratóriumnak a javaslatok alapján, akik valóban viszik a megye jó hírét, egy életművet tudhatnak maguk mögött, következő terveik vannak, és mindig nagy öröm, hogyha velük együtt ünnepelhetjük a megyenapot. Van mire büszkének lenni a Szabolcs-Szatmár beregieknek, ezt már Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta. A politikus hangsúlyozta, az itt élő emberek a vészterhes időkben is bebizonyították, hogy összefogással is olyan erős bástyái lehetnek az országnak, mint azokban a más megyékben élők, akik gazdaságilag jobb helyzetben vannak. 10. század közepén az ország központja volt, amikor honfoglaló eleink elértek ide a Tisza vonalához, és hát Szabolcs településen egy földvárat is építettek. Gyönyörű módon megmaradt ez a földvár, mint építészeti emlékünk. Majd miután Szent István államot alapított, egyházakat alapított, 1992-ben Szent László Szabolcson zsinatot tartott. És ennek a tiszteletére tartjuk a megyenapot, hiszen azok az intézkedések, akár egyházi és világi intézkedések megalapozták a jövőt, hiszen egy korafeudális magyar állam akkor szilárdult meg. És ezt a megyei identitás tudatot kell továbbvinnünk a 21. században is, hogy mi összetartozunk, hiszen már nem csak Szabolcs megye, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagyunk, külön identitás tudattal, hiszen a trianoni békeszerződés óta ehhez a megyéhez tartozik szatmári rész és beregi rész is, és mivel egy nagyobb megye vagyunk, nagyobb területű, nagyobb népességű megye, ezért itt nagyon keményen dolgozni kell, hogy az ország fejlettebb területeihez fölzárkózzunk. Ehhez segítenek hozzá azok a területfejlesztési programok, amiket a megye visz, és én arra kértem mindenkit, közéleti szereplőket, polgármestereket, közgyűlési tagokat, a megyei közgyűlés elnökét, hogy pénzügyminisztériumi szakembereket, hogy fogjunk össze, működjünk együtt, hogy ez a megye társadalmilag és gazdaságilag fölemelkedhessen. Olá Gábor, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, az állam 2010-től egyre nagyobb teret biztosít a megyei önkormányzatoknak az uniós források felhasználására. Mint mondta, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődésén is tapasztalható, az újabb beruházásokra pedig megfelelő forrást biztosít a kormány. A terület és település fejlesztési forrásokat is igyekszünk úgy elosztani, hogy abba a megyei közgyűlésen keresztül a megyében élőknek legyen beleszólása. Ugyanezt fogjuk folytatni, és az a 150 milliárd forint, amely megérkezett erre a célra a megyébe az elmúlt 7 éves ciklusban, meg fog érkezni a következőben is. Erről már döntött Magyarország kormánya. Az eseményen számos kitüntetést kiosztotta a megyei közgyűlés elnöke. A díjazottak között volt Németh Péter címzetes múzeum igazgató is, aki a megye fejlődésének elősegítése és hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett elismeréseként vett át Prokomitátu kitüntető díjat. Németh Péter az elmúlt 6 évtizedben több megyei múzeumnak is igazgatója volt. Az elismerés átvétele után azt mondta, zalaegerszegi születése ellenére Szabolcs-Szatmár-Bereginek tekinti magát. Többek között a Tiszavasvári, ahol vagyunk most, a Tiszavasvári régi múzeum, amely a hátunk mögött a templom mellett áll, az is nekem köszönheti, hogy itt van. Hosszú-hosszú hányattatás után került arra sor, hogy a református egyház amúgy elavult, de 18. századi és védett műemlék épületét, ahol a lelkészek már nem szívesen laktak, az múzeumi célokra hasznosítjuk.
a tudományos munkám is ez a megyéhez kötődik, kezdve a megyeszékely Nyíregyháza város monográfiájától egészen a Szabolcs-Szatmár megye történetének az engem illető fejezetéig, amely a honfoglalástól a Mohácsi Vécig tekinti át a megye történetét, és emellett szinte nincs is olyan dolgozatom, amelyik valamilyen formában nehez a megyéhez kötődni. Buzogány Béla is a díjazottak közt volt. A Máté Szakán Színházi Társulatot vezető színész, rendező és író a megye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként vett át Kölcsey Ferenc kitüntető díjat. Gyakorlatilag az egész megyét bedolgoztam, fogalmazzunk így. Máriapócson közművelődést több évig csináltunk, utána Nyírbátorban, aztán Mátészalkán, Nagykállóban. Végül Mátészalkán kötöttem ki, ott leltem otthonra. Jól lehet, Nyíregyházán élek, és az egész megyét járjuk a társulatommal, tehát gyakorlatilag mindenhol otthon érzem magam, és ez egy nagyon fontos szó, hogy otthon. Az ember eljön Székelyföldről, a hegyekből, a Nyírségbe, Szabolcsba, Szatmárba, Berekbe, és itt is otthon. Van valami köze a Székelyföldhöz, ennek a vidéknek. A meghívott vendégeket a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Göbölyös Néptánc csoport előadásai szórakoztatták. Iskolai zaklatás után tűnt el, majd követett el öngyilkosságot egy 16 éves aljai fiú a napokban. Édesanyja azt nyilatkozta, az utóbbi időben már gyanakodott rá, hogy fiának problémái vannak. Megváltozott ugyanis a viselkedése, nem akart elmenni otthonról, feszült volt és ideges. Fontos a figyelmeztető jelek mielőbbi felismerése a szülők és pedagógusok részéről, hogy ne következzenek be hasonló tragédiák. Köszöntöm a stúdióban Olág Gabriella, klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológust. Jó estét kívánok! Jó estét! Milyen gyakori problémára hívja fel ez a tragédia a figyelmet? Hát az iskolai zaklatással kapcsolatban néhány éve az UNICEF végzett egy felmérést, amely alapján a gyerekek fele beszámolt arról, hogy legalább egyszer már történt vele hasonló élmény, de akik rendszeresen zaklatásnak az áldozatai, vagy kitettek ennek a problémának, az egy olyan 25%-a a gyerekeknek. Jellemzően mi a zaklatás oka, vagy mi az, amivel piszkálják a gyerekeket, és kik azok a gyerekek, akiket piszkálnak, és kik azok, akik az elkövetők? Így van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy több szereplős történet. Maga a zaklatást úgy határozhatjuk meg, hogy ebben nagyon fontos a tudatos bántó, ártó szándék, illetve az, hogy ez a tevékenység hosszú időn keresztül ismétlődően rendszeresen fennáll, és valamilyen hatalmi erőviszony, egyenlőtlenség van két fél között. Tehát az egyik jellemzően nem tudja magát megvédeni, akár mert fizikailag gyengébb, akár mert lelkileg egy olyan alkatú, olyan személyiségű tanuló, aki nem szokott, nem szeret, nem is szeretne agresszívan megnyilvánulni. Zaklatás áldozatának, itt most áldozatoknak hívjuk azokat a szereplőit a történetnek, akik elszenvedői ezeknek az atrocitásoknak, ugye, ami sokféle lehet egy iskolában, egy osztályban, ide tartozik a csúfolódás, a kiközösítés, a nevetségessé tevés, ami sajnos ma már nem csak az iskolában, hanem az iskolából hazatérve ugye online formában is folytatódik. Tehát régebben azért legalább otthon egy picit fellélegezhettek ezek a gyerekek, ma meg még ez tovább folytatódhat az online térben is. Tehát akik jellemzően elszenvedői ezeknek a kiközösítéseknek, általában a csendesebb, visszahúzódóbb személyiségűek, akik nagyon gyakran magányosak, kevés barátjuk van, vagy egyáltalán nincsen. Az, hogy miért válnak célponttá, nagyon sok okkal lehet. Tehát valakit lehet csúfolni akár a hajszíne, a testalkata miatt, de egyszerűen a nevéből is lehet bármilyen gúnyolódást tárgyát faragni. Tehát igazán nem kell nagy ok ahhoz, hogy
kifogjanak valakit a gyerekek, de jellemzően azt látjuk, hogy valami pici dologban mégis különböznek társaiktól. Ez lehet pozitív is, de mégis egy picit kilógnak a sorból. Akik jellemzően zaklatóvá válnak, azokról sem gondolhatjuk azt feltétlenül, hogy ők mindenképpen nagyon erőszakosak és agresszívek. Gyakran előfordul, hogy maga egy áldozat valahol áldozat válik később zaklatóvá. Tehát előfordulhat az, hogy a családon belül elszenved valaki valamilyen sérelmet, akár fizikai erőszakot, és ezt aztán később az iskolában egy gyengében torolja meg. Mi az, amire elsőként fel kell figyelnie? Hát nyilván a pedagógus az, aki a gyerekek között van, tehát magát a jelenséget, azért ő az, aki észre tudja venni. Igen, bár ezek a jelenségek gyakran rejtve maradnak a pedagógusok előtt, azért, mert nem feltétlenül a tanórán történnek, hanem a szünetekben vagy az iskola utáni időszakban. Tehát megtalálják ennek a formáit azok a gyerekek, hogy kerüljék el a feltűnést. De azért nyilván ennek vannak jelei, és talán a szülő az, aki erre még jobban felfigyelhet. De pontosan attól nehéz felismerni a zaklatást, hogy a gyerekek nagyon gyakran erről nem szívesen beszélnek, szégyellik azt, ami velük történik, és nagyon gyakran azt gondolják, hogy ez valamiképpen az ő hibájuk, ezért nem mondják el otthon sem. Tehát például az egyik ilyen intőjel, hogyha a gyermek feltűnően keveset beszél arról, hogy érzi magát az iskolában, és ott vele mi történik, illetve a másik nagyon nagy felhívójel, hogyha nem szeret iskolába járni, és minden módot meg is ragad arra, hogy ne kelljen iskolába mennie. Ez akár odáig vezethet, hogy különböző pszichoszomatikus betegségek, hasfájás, fejfájás miatt valaki rengeteget hiányzik is az iskolából, mert ez egy számára egy úgymond menekülési út. A pandémia alatt sok gyerek bizony fellélegzett, hogy nem kellett iskolába járni azok közül, akik ilyen támadásoknak a célpontjai. Ebben az esetben is ez történt, hogy a karantént követően a jelenléti oktatás megkezdésével azonnal fellángolt ez a jelenség. Mi az, amit a szülő tehet, és azt gondolom, hogy itt a kommunikáció és az őszinte bizalmi kapcsolat a szülő és a gyerek között, ez kulcskérdés, ez nagyon sok családban csorbát szenved. Így van, nem lehet eleget hangsúlyozni a gyermekkel töltött minőségi időnek a fogalmát, amikor tényleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnyíljanak és elmondják azt, ami bántja őket. Ez nyilván egy kamasszal talán nehezebb is, ugye életkori sajátosságukból adódóan, egy kisiskolások könnyebben megosztják az élményeiket. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Egyébként még a zaklatás szereplőire egy picit visszatérve, fontos hangsúlyozni, hogy azért a gyerekek többsége egy osztályban nem áldozat és nem zaklató, hanem a szakirodalom úgy hívja őket, hogy szemlélődők, akik vagy passzívan, vagy aktívan, de nem avatkoznak bele feltétlenül a zaklatásba, bár tudnak róla. És ennek nagyon sok oka lehet, hogy a többség miért hallgat, pedig egy osztályon belül azért lehet sejteni, hogy ki az, akit bántanak, mégsem állnak mellé, gyakran nem védik meg. Ez is egy nagy kérdés lehet a szülőkbe, pedagógusokba, hogy miért van ez. Nagyon gyakran ezek a gyerekek is félnek attól, hogy ők is hasonló céltáblává válhatnak, vagy ugye egy kollektív felelősség megoszlásnál azt mondja, úgy gondolkodhat, hogy miért pont én legyek az, aki szólok. Vagy esetleg nem akar árulkodni, és tulajdonképpen minden bántalmazás ellenes programnak a legfőbb célcsoportjai ezek a szemlélők. Méghozzá az, hogy ezeket a gyerekeket arra tanítsuk meg, és arra szocializáljuk, hogy ne egyezzenek bele látszólagosan abba, hogy egy társukat bántják, hanem próbáljanak megjelezni, hogyha az áldozat erre nem képes, hogy nem tudja magát megvédeni, szóljanak felnőttnek, kérjenek segítséget, vagy álljanak mellé. Mit tehet a szülő, hogyha ez kiderül? Nagyon sokszor maga a gyerek kéri azt, hogy ne szóljon, ne csináljon semmit, mert attól fél, hogy még rosszabb lesz a helyzet. Így van, ez is gyakran visszatartja a gyerekeket. Amit a szülő mindenképpen
tegyen azt, hogy vegye komolyan ezeket a jelzéseket, és ne csak legyincsen rá, és ne csak azzal intézze el, hogy ó, hát én is kibírtam, sokan kibírják, védd meg magad, mert nyilvánvalóan ezek olyan üres frázisok egy gyereknek, aki szenved, hogy ezzel nem tud mit kezdeni. Ha tudná, akkor megvédte volna magát már eddig is. Tehát mindenképpen fontos segítséget kérni első körben az osztályban tanító pedagógusoktól, osztályfőnöktől, és hogyha már ennek tünetei vannak egy gyermek viselkedésében, akkor pedig pszichológustól, és hát legvégső esetben az iskolaváltás is szóba kerülhet. Azt gondolom, fontos azt figyelni, hogy a gyereknek vannak-e barátai az osztályban, hogy nem magányosodik-e el, mert ha már vannak körülötte társak, akkor nehezebben támadható, vagy lesz, akire számíthat, hogy esetleg megvédik. Így van, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván egy osztály az véletlenszerűen válogatódik össze egy osztálynak a tagjai. Nem biztos, hogy minden gyerek ott megtalálja a hasonló érdeklődésű társait. Ilyen esetben pedig arra buzdítjuk a szülőket, hogy keressenek valamilyen sportolási, zene és egyéb művészeti tevékenységet, egy olyan hobbit, ahol egy gyermek találkozik más gyerekekkel, és átélheti azt, hogy ott befogadják, elfogadják, szeretik. Tehát, hogyha van egy ilyen másik megtartó közeg, ahonnan pozitív visszajelzései és élményei vannak, akkor még egy ilyen nehezebb helyzetet is könnyebben el tud viselni. Tudnánk még erről beszélgetni, azt gondolom, de sajnos lejárt az időnk. Olá Gabriella, nagyon köszönjük ezeket a tanácsokat. És köszönöm. Együttműködésre lépett a Nyíregyházi Központú Északi Agrárszakképzési Centrum a Debreceni Egyetem mezőgazdasági és élelmiszeripari karával, illetve a Soproni Egyetemmel. Az intézmények célja, hogy közösen fejlesszék, erősítsék a mezőgazdasági oktatást. Egyúttal bíznak abban, hogy egyszerűbb és rugalmasabb lesz a tanulók bekerülése a felsőoktatási intézmények ilyen képzéseire. Az Agrármédia Iroda összeállítása következik a Központ Debreceni Egyetemmel kötött együttműködésének aláírása. A mai napon került aláírásra Debrecenben a Farmerszó nyitó napján az Északi Agrárszakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karának együttműködési szerződése. Pontosan mit takar ez a dokumentum? Egy együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek keretében felsőfokú agrárszakképzés összehangolása valósulna meg a Debreceni Egyetemmel együttműködve, amelynek keretében az új szakképzési törvény értelmében 2022. szeptemberében szakképző évfolyamra lépő technikusok esetében valósulhat meg majd az okleveles technikus képzés, amelynek az együttműködési megállapodás keretében kidolgozott és elismert tananyag tartalma kerül meghatározásra a következő időszakban. Akkor lényegében ezzel mind a két intézmény nyerni fog, a közös munka az új eredményeket hozhat. Igen, hiszen a középfokú agrárszakképzésben a cél az, hogy kiszolgáljuk, ahogy a megnyitó keretében miniszter úr is mondta, a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások igényeit, és ezt most tudjuk, hogy hiány van szakemberben, és a felső oktatás tekintetében pedig olyan alapot teremtsünk meg, amelyre lehet építeni, és magasabban kvalifikált szakembereket tudunk rendelkezésére bocsájtani a munkáltatóknak. A két intézmény elhivatott a mezőgazdasági oktatás fejlesztésében, támogatásában. Az Északi Szakképzési Centrum tulajdonképpen a középfokú képzésben nagyon erős. A régióban 10 tagintézményt tömörítenek, nekünk pedig szükségünk van a beiskolázásban a jó minőségű elhivatott hallgatókra, és abban bízom, hogy az együttműködési megállapodás kapcsán ez a fajta beiskolázási tevékenységünk a hallgatóknak a mélyre történő bekerülése egyszerűbbé, rugalmasabbá válik. A másik, az pedig az okleveles technikus képzés, amelyben viszont mi tudunk segíteni nekik, tehát az a képzési portfólió, ami nekik van, ki tud nyílni egy picit a felsőoktatás felé, az ott végzett hallgatók bekerülve az egyetemre nagyon sok tárgyukat el tudjuk ismerni, hiszen a technikus képzésben ezek kompatibilisek lehetnek. Akkor lényegében mind a két intézmény nyer ezzel a dologgal, a jövőben mutató együttműködés az tulajdonképpen folyamatossá válhat. Így van, ez a célunk. Nem csak mennyiségileg, minőségileg is szeretnénk a hallgatóinknak a számát, illetve a minőségét emelni, illetve azt szeretnénk, hogy ne csak végzettjeink, diplomásaink legyenek, hanem olyan gyakorlatorientált tudással felszerelt hallgatók, akik közvetlenül tudnak a munkaerőpiacon jó esélyekkel elhelyezkedni, és valóban az agrárium számára értékes tudást tudnak majd képviselni, közvetíteni.
A centrumnak tulajdonképpen a működési területe az 4 megyére terjed ki, ezért nem meglepő, hogy már rendelkeznek felsőfoktási intézményekkel, hasonló szerződésekkel. Csak abban az esetben tudjuk az alapokat helyesen lehelyezni, hogyha tudjuk, hogy mit is szeretnénk megvalósítani, és ebben az esetben pedig nagyon fontos, hogy a tanulók már ismerjék azokat a lehetőségeket, amelyek a kimeneteket jelentik. Tehát azt szeretnénk, hogyha a középfokú agrárszakképző intézményeinkben jelentkezett tanuló, akár a jelentkezés pillanatában, de legkésőbb egy év múlva már tisztában legyen azzal, hogy nem feltétlenül csak középfokú szakképzésben gondolkozhat, hanem ráépülően, akár egyenes úton való bejutással az egyetemre felsőfokú végzettséget szerezhessen. Egyre inkább előtérbe kerül a duális képzés. Ezzel kapcsolatban van-e valami új fejlemény? Igen, a duális képzés tulajdonképpen fogalom tekintetében mondhatjuk azt, hogy új. Egyébként pedig már ugye a tanulószerződés keretében a korábbi időszakban is jellemző volt, illetve kifutó rendszerben jelenleg is működik, hogy tanulók gyakorlaton, évközi, illetve nyári gyakorlaton vállalkozásoknál vannak, ott töltik a gyakorlati idejüket. Az új rendszerben, amelyet az új szakképzési törvény teremt meg, pedig már munkaszerződést köthetnek, és ennek keretében lényegesebb, magasabb juttatáshoz juthatnak, akár 100 000 forintos bruttó jövedelemhez havonta. Egyébként pedig, ha az intézménye maradnak gyakorlaton, akkor ösztöndíjra jogosultak, és ennek maximum felét tudja csak megszerezni a legjobb tanuló is. Tehát mindenképpen célszerű külső vállalkozáshoz menni gyakorlatra, azért is, mert a kormányzati cél is az, hogy a tanulók már ott tanuljanak, abban a környezetben töltsék a tanulmányi idejüket, ahol a későbbiek során munkát fognak végezni, és ezzel lerövidül annak a betanulási időnek az időtartama, amely a munkáltatók elmondása szerint még jelenleg közel egy év, mire olyan ismeretekkel, olyan helyi ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezik a frissen végzett szakember, amit tudnak hasznosítani. Kedves nézőink, ez volt a mai 35 perc. Műsorunk legközelebb szerdán jelentkezik friss adással, melyben az iskolai oltókampány tapasztalatai mellett a felnőtt képzés is téma lesz. Ezen kívül egy olyan nyíregyházi modellprogramról is szó lesz, amely a dohányzó várandós nők leszokásában nyújt segítséget. Tartsanak velünk aznap is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!